perc múlva ott vagyok. Mégis a házszám? 26 vagy 28. 28. Jó, rendben. Szia. 72-02. Ki volt ez? Gázművek volt, az óraállás miatt hívtak. A mobilodon? Meg ne csald. Nem csalom meg. Ugyanaz, aki tegnap hívott, ugye? A gázszámlás. Kinyalod? Kata! Ne! Majd én! Ne, Kata, hagyjad! Mi? Legfeljebb ide se jövünk többet kacsorázni. Fú! Ki van szívva a nyaka? Nem már. Mutasd. Beszarás. Tényleg. Nekem még sose volt. Ú, ez nagyon csúnyán lilla. Biztos, hogy nem estél el. Jó, két taxit van. Minek? Az a kéne menned. Nem. Hagyjál, menjél haza a Szilvikéthez! Ez ugye a leánykori neve, kedves Katalin. Hogy? Na, kell nyugodtan bevallhatja. Mit? Hát, hogy férnél van. Tudja, a legtöbb nő ilyenkor letagadja, azt hiszik, hogy így könnyebben kapnak munkát. De hát erről szó sincs. Mi maximálisan családbarát cég vagyunk. De maga szerint ez normális dolog 7 év házasság után? Kivittem a hálóból a tévét, hogy ne azt lesse azután. Feje fáj, vagy a dereka, úgyhogy megvettem a nagy sucú masszázs könyvet. Ismeri? Shiatsu. Mindegy. Agyrém, szót nem értek belőle, nekem viszont 2 hét után én hüvelygyulladásom lett, a feleségem meg 5 perc után elalszik. Mert olyan jó, hogy vagy te nekem, és már minden rendben, mert védesz engem, már nem bánt a szó. Itt a szívemben régen, ami nem kimondható. Mert vár a holnapon, megmutathatom mindazt, ami... Látod, amit látod? Igen. Az a csávó. Hely, állandóan ide bámulok. Pedig nem is tetszel. Ha nem jön álom a szememre, mi juthatna ilyenkor az eszembe? Csak te lehetsz az, veled olvad a jég. Csak te vagy az, aki ha közelebb lép, akkor már nem jön álom a szememre. Mi juthatna ilyenkor az eszembe? Csak te lehetsz az, veled olvad a jég. Csak te vagy az, aki a szívembe lép. Nincs meleged. Always seems to me when you fly like an angel. I disappear a bit and I'm falling like rain. Spread your wings again while you're holding me. Tell me your name. Most meg mi a franc bajod van? Nem tudom, megijedtem. Most már cseszheted, elaludt. Mindig ezt csinálod. Pedig mekkorát kefélhettünk volna. Látod, mekkora farka van? Ránézek, elélvezek. Te közönséges vagy. Na hát... Maga az? Hogy került ide? Épp erre jártam. Estéiben? Szombat este mindig így öltözök. Van itt a közelben egy gyönyörű hely. Szeretném elvinni magát oda. Foglaltam szállást is.